Az Asus küldött nekem három billentyűzetet, ma ezekkel fogunk foglalkozni. Mindegyik a Strix Scope 2-es családba tartozik, és ezeket már több mint egy hónapja használom. Az első a Scope 2 96 Wireless. Mindhárom billentyűzet csomagolása szinte megegyezik, a szokásos matrica és papírmunka csomagon kívül benne van még egy csuklótámasz. És igen, ez egy vezeték nélküli billentyűzet, mint látjátok, jár hozzá egy Omni Receiver, ezzel működik vezeték nélkül, Bluetooth is van benne, ez akkor jó, ha mobil eszközhöz használnád. Természetesen vezetékesen is működik, ilyenkor tölt. A Scope 96 Wireless egy 96%-os billentyűzet. Tehát minden megvan rajta, ami egy 100%-osan, csak össze van sűrítve és kevesebb helyet foglal. Van rajta numpad, nekem ez egy hatalmas előny, mert én nem tudok nélküle élni. Egyedül amit elveszítünk, azok a fizikai print screen scrollok, home, end és hasonló gombok, ezeket az FN segítségével ugyanúgy elérjük. Az egész billentyűzet mindössze 1 cm-rel szélesebb, mint egy átlagos 80%-os billentyűzet. Ha neked mindenképpen kellenek ezek az extra billentyűk, de ugyanakkor szeretnél több helyet az egérnek, akkor ez egy tök jó kiosztás. De ezt is meg kell szokni, a tesztidőszak alatt elég sokszor nyomtam a jobb shift helyett felfele nyilat. A billentyűzet magyar nyelvű, erre meglepően sok embernek szüksége van, úgyhogy tessék, ez magyar. A csuklótámasz mágneses, párnázott és jó minőségű. Én személy szerint nem vagyok oda ezeket a csuklótámaszokért, így én nem használtam. A Scope széria Magyarországon ABS billentyűsapkákkal kapható. Az Asus-tól megszokott gameres beütésű betűtípus van rájuk nyomtatva. Én még mindig jobban szeretem a letisztult egyszerű stílus, de amíg el lehet olvasni és látszik, hogy milyen betű, addig nekem megfelel. A billentyűzet RGB-s, itt külön érdekesség a Space megvilágítása. Van a dobozban egy másik ilyen ROG logós keycap, és ennek van egy érdekes tulajdonsága. A Space-ben három LED fényforrás van a megszokott egy helyett, így jobban látszódnak az animációk, és szebb a megvilágítása. Nagyon prémium érzete van a terméknek, és már szinte olyan, mintha egy custom épített billentyűzetet használnék. Nézzük a switcheket. Két opció van, ROGenix Snow és ROGenix Storm. Hozzám a Snow jutott el, ami egy lineáris kapcsoló. Tehát a billentyű lenyomásakor nincsen hangos kattanás, nincs semmilyen megakadás. 1,8 mm-nél aktiválódik a switch, ennyit kell lenyomni, hogy jelet küldjön a billentyűzetnek. Egy mélyebb koppanós hangja van, mindjárt lesz a videó végén egy hangteszt. A lineáris switchek kedvelőinek szerintem ez meg fog felelni, jól és határozottan lehet rajta gépelni. A switchek egyébként hotswappolhatóak, tehát menet közben cserélhetőek. Ez egy elképesztően pozitív dolog. Ha az évek alatt egy kapcsoló elromlik, nem kell új billentyűzetet venned. Elég az elhasználódott switchet kicserélni, és kész. Vagy ha egy másfajta switchet használnál, akár másik gyártótól, ezt is megteheted. Én belepróbáltam a saját Gateron G Pro Brown switcheimet, és működött. Minden Scope billentyűzet jobb oldalán van egy gomb és egy görgő. Ez a gomb a görgő funkcióját váltja, erre vannak is indikátorledek. Az első módban a görgő a hangerőt állítja, a lenyomásra pedig némítja. A második a zenelejátszást vezérli, tekeréssel lehet léptetni, lenyomással pedig megállítani. Nekem az FM plusz F7 F8 kombináció sokkal kényelmesebbnek bizonyult, a görgővel sokszor több számot is léptettem egyszerre, amikor csak egyet akartam. A harmadik módban a görgő az RGB világítás fényerejét szabályozza, a lenyomásra pedig teljesen kikapcsolja. Az utolsó pedig egy makromód, ami az Armory Crate szoftverben teljesen átállítható. Alapból ez úgy viselkedik, mint az egeret görgője, de rengeteg lehetőség van még a programban. A Scope 2 96 Wireless az Asus szerint akár 1500 órát is kibír, persze ez kikapcsolt világítással. Ahogy már mondtam, a billentyűzethez jár az Omni rádió vevő. Ez a receiver képes egyszerre kezelni egy egeret és egy billentyűzetet. Mivel korábban volt már egy ROG Harp Ace egerem, ennek a receiveréhez tudtam párosítani a billentyűzetet. Minden Scope 2-es billentyűzet saját beépített memóriával rendelkezik, ebben tárolja a beállításokat. F1-től F5-ig a billentyűk a Windows Game Bar rendszert vezérlik. De ami nekem igazán tetszett, az az F12 funkciója. Ez a Stealth Key, avagy magyarul Ha anya bejön gomb. Minden alkalmazást le fog tálcázni és némítja a gép hangját. Térjünk át a második billentyűzetre, a Scope 2-re. Nyilván mivel egy széria, ezért nincsen túl sok különbség a Scope 2 96 Wirelesshez képest, itt csak a különbségeket fogom majd kiemelni. Ami pedig egyből más, az a kiosztás. Csuklótámaszt kapunk itt is, de ez sajnos nem olyan puha és kényelmes, mint a 96 Wireless-é. Itt is megkapjuk a kétféle dőlésszöget, a magyar kiosztást, a görgőt és az USB-C csatlakozót. Keycapekben és switchekben is azonos a két billentyűzet. Az én példányom szintén NX Snow kapcsolókkal érkezik, így a másik NX Stormot sajnos nem tudtam kipróbálni. Az egy clicky, hangosabb, kattogósabb switch. És amiért ebből is a Snow-t kaptam, az azért van, mert sajnos magyar kiosztással a Storm nem kapható. A switchek a sima Scope 2 esetében nem cserélhetőek. És jöjjön az utolsó billentyűzet, ami teljesen más, mint az eddigi kettő. Ez itt a ROG Strix Scope 2 RX. Ránézésre teljesen ugyanolyan, mint a sima Scope 2, de ez csak addig van így, amíg nem beszélünk a kapcsolókról. Ez ugyanis ROG RX optikai switchekkel van felszerelve. A fő különbség egy mechanikushoz képest, hogy itt egy lézer érzékeli, hogy lenyomtad a billentyűt.
Ehhez egy jóval kisebb késés társul, semmilyen akadály nincs a lenyomásakor. Ennél simább gépelési érzetem még soha nem volt egyetlen másik billentyűzetnél sem. Mivel itt nincsen szükség fizikai érintkezésre, tartósabb is, mint egy mechanikus billentyűzet, 100 millió leütést ígér a Switchre az Asus. Egy X-formájú stabilizátor van a Switchben, ami kívülről is látszik, és szerintem nagyon menőn néz ki így a billentyűzet. De nyilván ennek is van egy hátránya, a kapcsolók itt már nem cserélhetőek, mint a másik kettő billentyűzetnél. Cserébe viszont IP57-es értékelése van, tehát víz és porálló, azért ne használd a zuhanyzóban, de ha leöntöd, elvileg nem lesz baja. A ROG Strix Scope 2 ára 50-55 ezer forint körül van. A Scope 2 RX-ért 55-60 ezer forintot kérnek el, a Scope 2 96 wireless pedig 70 ezer forint. A hotswappolható kapcsolók megdobják egyébként a billentyűzet árát keményen, de persze ezt elég egyszer megvenni, mert utána cserélgetheted. A Scope 2 96 wireless akkor nagyon jó, ha neked mindenképpen egy letisztult setup kell, és nem engedheted meg azt, hogy ott legyen még egy vezeték. Itt azért ez nem olyan nagy előny, mint mondjuk egy egérnél, mert egy egeret jóval többet mozgatsz. Remélem, hogy nektek tetszett ez a videó, ha így volt, mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot, és köszönöm az Asusnak, hogy támogatták a videót, az összes termék linkje ott lesz a leírásban. Találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!